100 évvel ezelőtt kötötték meg a trianoni békeszerződést, vagy békediktátum volt? Tulajdonképpen kicsit hatásvadásznak tűnik ez a kifejezés, a békediktátum, de valóságot fedi, hiszen szerződést általában konszenzus alapján kötnek tárgyaló felek, miközben itt tárgyalásra nem volt szó, Magyarország tulajdonképpen nem is vett részt a békekonferencián, nem hívták meg egészen 1919 végéig, és csak 20 januárjában jelent meg a magyar békedelegáció. Tehát feltételeket készen, mint egy tárcán kapta Magyarország, ahhoz hozzáfűzni valót igazából nem is tehetett, bár Raponyi Albertnek közismerten volt egy viszonylag nagy hatású beszéde, azonban ez a tényeken, a kialakított határok, amit sem változtatott. Tehát következésképpen joggal nevezhetjük békediktátumnak ezt a békeszerződést. Mik voltak Trianon valódi okai? Több okra vezethető vissza ez a békeszerződés vagy békediktátum. Alapvetően konszenzus van a tekintetben a történészek körében, hogy egyik meghatározó eleme a világháborút megelőző magyar nemzetiségpolitika volt, a másik fontos momentum nyilvánvalóan az, hogy Magyarország elvesztette ezt a háborút. Harmadik elemként szokás emlegetni a Magyarország határain a 19. század második felére megalakult irredenta nemzetállamokat, gondolok itt Olaszországra, Szerbiára, Romániára, illetve megszokták említeni mégis, nyilván ebben is van igazság, hogy Magyarország rendkívül kaotikus állapotokba zuhant itt a világháborút követően, forradalmak követték egymást, tanácsköztársaságot kiáltottak ki, tehát igazából nem volt egy olyan szerv, egy olyan hatalmi igazgatási szerv, amelyet tulajdonképpen meghívhattak volna a párizsi békekonferenciára. Megjegyzem, alig ha változtatott volna azon, hogyha a magyar békedelegáció megjelenik 19 mondjuk nyarán Párizsban. A lapok úgymond le voltak osztva, másfél évvel vagyunk a világháborút követően, már 19 márciusára, áprilisára kialakultak nagyvonalakban azok a határvonalak, amelyek mentén a nagyhatalmak megkívánták vonni Magyarország határait. Úgyhogy ezen már alig ha lehetett volna bármit is változtatni, ha bármit is másként tesznek. Mindenképpen egy traumatikus élményről beszélhetünk, még 100 évvel a békeszerződés megkötését követően is. Azonban úgy látom, hogy ezt a traumát, ezt a fájdalmat valamilyen szinten már sikerült a magyar társadalomnak feldolgoznia. 100 év telt el, azok a fájdalmak, a családok szétszakítottsága, azok a területi és saját ingóságok elvesztése, stb. Mindaz, ami ezzel járt, ezek már valamilyen szinten enyhültek, elévültek. Ugyanakkor azonban úgy gondolom, hogy bárki, akiben van egy pici igazságérzet iránti igény, az nem tud napirendre térni afelett nyugodt szívvel, hogy hát igen, megkötötték ezt a békeszerződést, aláíratták velünk ezt a békediktátumot, ez így volt jó, ez így volt igazságos. Nem, ez nem volt igazságos, ennél sokkal igazságosabb, és az utódállamok számára még mindig nagy területi nyereségekkel járó békét lehetett volna kötni.